Sziasztok, szép jó napot! Ma is egy tökéletes recepttel készültem nektek. Pontosabban egy nagyon-nagyon finom kenyeret fogok elkészíteni. Egy nagyon jó kovászos, előre kovászolt kenyér, amit én előző este már, mint látjátok, elkészítettem. Csináltam egy élő kovászt, ez megmondom miből áll. 3 deka élesztőből, 4 deci vízből és 40 deka lisztből BL55-tel dolgozom. Csak illusztrációnak mutatom nektek, tegnap sütöttünk egy nagyon-nagyon finom kenyeret. Fiam mondta, miért nem vettük föl, hát akkor ezt is vegyük föl, megmutatom nektek egy jó kovászos kenyér, hogyan készül, fantasztikus ropogós héjjal. Megmutatom nektek, hogy kell elkészíteni, hogyha van kedvetek, neki lehet állni. Tehát a lényeg ugye a kenyérnek a lelke a kovász. Ettől lesz gyönyörű, szép, hólyagos, 12 órás hosszú kovász készítettem. Mindenki el tudja készíteni, semmi gond, ezt légmentesen le kell takarni éjszakára, szobahőmérséklet nem is kell hűtőbe tenni. Továbbiakban 1 kg 10 finom lisztre lesz szükségünk, egy 5-6 deciliter vízre, majd megnézzük, hogy mennyit vesz föl, só, és ismételten egy 3 deka élesztőt fogok belemorzsolni még ebbe a tésztába, és ebből egy fantasztikus nagy kenyér fog születni. Fölhasználok még, igaz nektek nem fontos, hogy mogyoróolaj legyen, bármiféle olajjal kikenitek a keverőtálat, ugye tök magolaj ne legyen, lehetőleg az kicsit zöldes, sima étolaj, olívaolaj, amit szeretnétek, de nagymamám például zsírral kente ki, tehát ez is teljesen kivitelezhető. Idehozom gyorsan az élesztőt még, amit a hűtőbe tartottam az utolsó pillanatig. Egy 3 dekára lesz szükségünk összesen. Én ezt bele is fogom most morzsolni. Ide a keverőtálunkba. És gyönyörű kézi munkával fogunk dolgozni. Hát itt satszper kb. Ezt most nem mértem ki, de ez egy jó 3 deka élesztő. És egy fantasztikus nagy kenyeret fogunk kapni. Következő a technológia, itt a kovászunk, nézzétek meg, él a kovász, nem tudom mennyire látni, gyönyörű, szép, bugybarékos az egész. És az első munkamenet, hogy én ezt a kovászt beleöntöm a keverőtálba. Egyébként a kovászba még beletehetitek azt is, amikor marad a előző napi, vagy a kétnapos kenyértésztából egy kevés, és ugye az megszárad, összemorzsoljátok, és ugyanúgy bele lehet tenni a kovászba, nagyon-nagyon hasznos dolog. Következő, a kovászt mindig a kétszeresére föl kell vízzel higítani. Én langyos vízzel szoktam. Tehát egyszerűen fölhigítsátok a dupla mennyiségére, hogy gyönyörű szépen majd elkeverhető legyen az egész. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy kellemesen és lazán tudjatok dolgozni vele. Teszünk még egy nagyon-nagyon picit bele. Egyébként a víznek a mennyisége, ugye a liszt sikértartalmától, stb. Változhat. Tehát ugye amikor gyúrja az ember a tésztát, majd meglátjátok, akkor egy nagyon-nagyon picit, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb lisztre lesz szükségetek. A kovászban nagyon-nagyon fontos elmondanom, semmiképp sót ne tegyetek. Én is majd mutatom azt a szakaszt, amikor már beleteszem a sót, de előtte semmiképpen, ugye megöli a kovászt. Nagyon szép az állag, kétszeresére föl van higítva, és most megfogom a lisztet, és folyamatosan szépen elkezdem hozzá adagolni és elkeverni. Ugye, mint mondottam, én most gépet nem fogok használni nagymamáink emlékére, én ezt most kézzel fogom bedagasztani, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye én is, amikor vidéken len voltam nagyinál, még annó, mire fölkeltünk, mindig a kemencéből már ki volt véve a kenyér, fantasztikus illat volt a lakásba, hát nálunk is most pár napja sütöttem egy-két kenyeret, és ezt mind fölidéztük, és ez fantasztikus dolog. Jöhet hozzá még egy kicsi liszt. Itt az a lényeg az egésznek, hogy se
vastag, tehát se erős tészta ne legyen, se nyúlós, pontosabban híg tészta ne legyen. Tehát itt meg kell találni azt a középutat. De hát ezért mondjuk egy-két kenyeret meg kell sütni, hogy ráérezzetek pontosan a lényegre. Mert ugye, hogyha nagyon híg a tészta, a kenyerünk szétfolyik, nem lesz szép tartása, stb. És ugye, ami nagyon fontos, kézzel fogunk dolgozni, amíg el nem válik a tészta ugye az edény falától, a kezünkről le nem jön a maradék tészta, és sorolhatnám. Ugye, aki készített már kenyeret, az tisztában van ebből a folyamattal. Igaz, gépben jóval egyszerűbb ezt megcsinálni, csak más hangulata van, amikor a saját kenyerünket mi gyújtuk, mi dagasztottuk, mi kelesztettük, és sorolhatnám tovább. Nagyon jó kezd lenni az állaga, és akkor pontosan, amit most elmondtam nektek, ehhez nem is kell hozzátenni se vizet, se lisztet, ez az arány tökéletes. De természetesen, mint kértétek, több receptemnél ki fogom írni pontosan a hozzátevőket. Én most pár perc el fogok menni, ugye ezt ne vegyük már föl ezt a folyamatot. Itt az a lényeg, kézi munka, ne sajnáljátok a kezeteket, szépen addig fogom dagasztani a tésztát, míg el nem vált mindenhonnan, gyönyörű szépen sejmesre összeáll, és utána az olajozási folyamatnál vissza fogunk jönni. Ismét itt vagyunk, annyi történt, jó 10-15 percig dagasztottam a tésztánkat. Na most ebbe a időszakba megfogom, és most kezdem el hozzáadagolni csak a sót. És ebben is jól át fogom dagasztani. Ezt már gyorsan várjátok meg, ki se kapcsolom a kamerát addig, pontosabban nem kapcsoljuk ki. És akkor megmutatom, hogy olajozom be, és utána jön az első kelesztés. Kettőször fogom meghajtani a tésztánkat, egyébként lehet háromszor is, meg négyszer is. A végeredményben annál szebb lesz, minél többször hajtjátok. Látjátok, gyönyörű szépen mindenhol elvált az edény falától. Csak egy kis kézi munka kell neki. Semmi más. Vagy ha gondoljátok, beletehetitek a gépbe természetesen. Na, kérlek szépen! Ebből a helyzettel megvagyunk, lecsapkodjuk a tésztát a kezünkről. Na, nem tudom mennyire látni, hogyha belenéztek. Rengeteg, rengeteg lukacsos, hólyagos a tészta. Bocsássatok meg. Na, tehát... ezért van nagyon nagy jelentősége ennek az egyéjszakás kovásznak. Megfogom az olajunkat. Ez jelen esetben mogyoróolaj. Körülbelül 3 centiliter. De természetesen bármilyen olajjal, étolajjal, olivával, stb. Lehet csinálni ezt a dolgot. Én azért csinálom mogyoróval, pontosabban azért készítem mogyoróval. A gyereket szokták csinálni, azt mondják. Mert ennek nagyon-nagyon kellemes, sejmes, az állaga iszonyú jó illata van, és ugye a kenyéren effektív, majd nem lehet érezni, hogy mogyoróolajat tettünk oda, de mégis nagyon jó. Megfogom, és az olajat elkezdem ide a tésztánk alá behúzni. Hogy teljesen váljon el. És gyönyörű szépen, nagyon-nagyon picit formázunk rá. Itt még a legelső szakaszban nem hajtok. Következő a technológia.
van egy jóképű fedőnk, rácsúsztatjuk, rányomom egy kicsit, meg a levegőt kihúzza ilyenkor, kinyomja magából, bocsánat. És innentől számítva 30-35-40 perc plafon, jövünk vissza, megmutatom a hajtást, és ezt a hajtást majd gondoljátok el 2-3-szor, tehát többször nem fogunk visszajönni ez miatt. Tehát mindig váltok fél óra, 3-4 órát, mindig egyszer hajtotok, és a legvégső szakaszba megvan az utolsó hajtás, onnan már csak a formázás jön, a bevágás. Én mielőtt elkezdem keleszteni a kenyeret, leszoktam akkor is mosni a tésztát, ezt majd külön megmutatom, nem sokára itt vagyunk. Miközben kell a tésztánk, azért pár szót elmondanék erről a kovászról, amivel dolgozom. Ez egy élesztős kovász, tehát nem egy vadkovász, amit készítettünk. Ugye említettem a videó elején, hogy csinálunk egy kovászos kenyeret, hát akkor inkább úgy mondom nektek, hogy csinálunk egy jó kovászolt kenyeret, mert tisztában vagyok vele, mi a rendes kovászos kenyér, csak ugye annak az elkészítése maga a kovásznak, a futtatása, etetése az akár több napot is vesz igénybe, ha egy normális kovász szeretnék elkészíteni. Azt úgy hívják, hogy vadkovász, mi élesztős kovásszal fogunk dolgozni, ez aránylag gyorsan megvan, én általában 12 órás kovászt csinálok, föl fogok tenni egy videót róla, tehát így azért menet közben azért mondom ezt el, hogyha valaki nézi a videót, és most hirtelen arra gondol, hogy egy kovászos, akkor inkább helyesbítek, kovászolt kenyeret készítek el, ami egyébként a maga nemébe, én csináltam már sima kovászost is, tehát a rendes kovásszal, többnapos kovász etettem, itattam a kovászt, tehát 6-7 napig is gyártottam kovászt, de olyan lényegre törő nagy különbséget én nem éreztem rajta, nagymamám is csinálta ebben, csinálta abban, mi most ebben a kovásszal dolgozunk, föl fogok tenni egy videót róla mindenképpen, de esetleg még egy rendes vadkovászról is majd későbbiekben csinálok videót, de tényleg az akár 6-7-8 nap, mire egy tömény rendes vadkovászt elkészítünk, hát nekünk időnk sincs nagyon erre, hogy állandóan odafigyeljek rá, van rengeteg dolog. Na, nem sokára visszajövünk, és akkor megígérem, egy külön a kovászról is fölteszek nektek egy videót. Ugye meséltem nektek, hogy ez a kovász 3 deka élesztős és 12 órás kovász volt. Nem sokára jövünk vissza. Sziasztok, visszajöttünk, megmutatom nektek a hajtást. Gyönyörű szépen megkelt a tészta. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Nézzétek meg, gyönyörű szép levegős az egész. Ötször és hatszor, és ebbe a pozícióba így lehet hagyni. Na most ezt háromszor kell elkövetni, a harmadik után jöhet a formázás, de ugye ezt a szakaszokat én most nem mutatom külön meg, hogy mindig visszajövök egy hajtásra. Tehát háromszor hajtotok, utána jövünk formázni, és pontosan megmutatom nektek, hogy utána mi a technológia, bevágdossuk, kelesszük, stb. Nem sokára ismét itt vagyunk. Sziasztok, itt vagyunk, meg kell gyönyörű szépen a tésztánk. Háromszor meghajtogattuk, most annyi a technológia, kivesszük az asztalra. Szépen el fogom lapolni a tésztát, ez azt jelenti, hogy szét fogom húzogatni. Amennyire csak tudjuk, húzzuk szét. És innen jön egy hajtás, és megy teljesen már kelni, és sütjük ki utána. Mondjuk annyi van, hogy ilyenkor is hagyni kell körülbelül egy jó órát, másfél órát kelni majd kacsatába. Nézzétek meg, ezt kipapíroztam, ebbe fogjuk megsütni. És gyönyörű szép hólyagos a tésztánk, mint látjátok, mindenhol tele van hólyaggal. Gyönyörűséges lesz. Na, jelen esetben innen hajtunk egyet, félig visszahajtunk innen egyet. Itt még esetleg ki lehet húzni ilyenkor. És egyszerűen szépen elkezdem fölgöngyölni úgy, hogy néha visszahúzok rajta egyet.
ebbe a pozícióba meg is vagyunk. A kettő végét egy nagyon-nagyon picit vissza lehet csípkedni. Ide húzom a tálat. Egy gyönyörű szép nagy vekni lesz belőle. Ugye a hajtás az nyilvánvaló az aljára kerüljön. Belehelyezem. Fogok egy ilyen kis pengeszerűséget, vagy pontosabban pengét. És több helyen, kinek mennyire szimpatikus, be lehet vágni. Így fog tovább kelni. Ezt innen is megismétlem egy kicsit. Nem kell túl mélyre se vágni. És ennyi a technológia. Így kelljen tovább. Na most körülbelül nekünk jelen esetben egy jó óra, másfél órára van szükségünk. Szobahőmérsékleten fogom keleszteni, úgy, hogy a tetejét rá fogom tenni, tehát rátesszük a tetejét, jó óra, másfél óra kelesztés, utána meg fogom mosni a tésztát, lemossuk a tésztát, tehát át fogom kenni egy kis vízzel, langyos vízzel, és megy be a 250 fokos sütőbe, de mielőtt betesszük, és ő megmutassa, mennyire kelt meg, vissza fogunk jönni. Itt vagyunk ismét, meg kell gyönyörű szépen a tésztánk. Most át fogom mosni, ez azt jelenti, hogy vízzel ecsettel le fogom kenni. Akinek van ilyen spricnie, az természetesen abban is meg tudja ezt csinálni. 250 fokra be fogjuk tenni a kenyerünket, és jó egy óra, egy és negyed órát fogjuk sütni. Gyönyörű szép hólyagos a tésztánk. Na, ez is megvan, gyerekek, amikor megsült a kenyér, pontosabban még a sütőbe csinálunk róla egy felvételt, nem sokára itt vagyunk. Gyönyörű szépen sül a kenyerünk, innentől kezdve még van körülbelül egy olyan negyed óra, 20 perc, és veszem ki, jövünk vissza. Ismét itt vagyunk, elkészült a gyönyörű szép kenyér, ebbe a pillanatba vettem ki a sütőből, most nagyon gyorsan egy ecsettel át fogom kenni. Nem kell sok folyadékra, éppen, hogy áthúzzuk vele. Ki fogom venni a tálból, ráteszem egy gitterrácsra, egy sima sütőrácsra, és azonnal viszem ki a jéghidegre. Jövünk vissza ismét. Hát elérkeztünk a végéhez, megsült a kenyerünk, annyira kihűlt, hogy föl tudom vágni. Nézzétek meg, fantasztikusan szép lett, magas lett. Mindjárt le is mélyen majd, hogy mennyi lett a súlya. Szerintem nagyon jó sikerült, gyorsan rádobjuk egy mérlegre, már csak kíváncsiságból, hogy egy ilyen mennyiségű alapanyagból mennyit tudtunk kihozni. Meg is nézzük. Hát ez egy 2,3 kilós kenyér lett, föl is fogom most vágni, és megmutatom nektek, hogy milyen a kovászos kenyér belseje. Reméljük, hogy kellemes a meglepetés. Nagyon kellemes, ropogós. És erről beszéltem. Tehát ez egy igazi unblock kovászos kenyér. Fantasztikusan sikerült. Nézzétek meg ezt a sok hólyagot. Hát nálam ez a kenyér. És ilyet nagyon-nagyon ritkán kapunk az üzletbe. Hát fogadjátok szeretettel, próbáljátok ki. Ki lesz pontosan írva az alapanyag a videó aljára. Egy kicsit hosszadalmas az elkészítése, de higgyétek el, hogy ez maximálisan megéri ez az élmény, amikor egy pacal mellé, egy brassói mellé, egy jó sült kolbász mellé egy ilyen kenyeret tudtok elfogyasztani. Na, nem is tartalak föl benneteket, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Akinek tetszik, az iratkozzon föl, aki föl van iratkozva, annak meg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy néz, és próbálunk minél több jó minőségű kaját és videót, receptet föltölteni. Sziasztok!